Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszele című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Fazekas Csaba visszatért Sopronból, alakul a Kékcápák játékos kerete. Szlovéniai edzőtáborba utazott szerdán a Nyíregyháza Spartakusz. A régiós bajnokság második helyén végzett az NKK 5-ös U14-es csapata. Sikeres szezon tudhatnak maguk mögött az Aquaese vízilabdázói. Mentorprogram segítségével képzik a kézilabda játékvezetőket a megyében. Alakul a Kékcápák játékos kerete. Fazekas Csaba visszatér Sopronból, és több játékos szerződés hosszabbítását is bejelentette a klub. Eddig is fontosnak tartottam azt, hogy azokat a nyíregyházi játékosokat, akik itt vannak, azokat próbáljuk előtérbe helyezni és rájuk támaszkodni, illetve az évek során, ahogy sikerült B csoportba, A csoportba jutni, majd bemaradni, próbáljuk azokat a játékosokat, akik korábban elhagyták szülővárosukat azért, hogy nagyobb reményekkel vágjanak neki első osztályban a kosárlabdának, próbáljuk visszacsábítani, és ezek közül az egyik fontos szempont volt a Fazekas Csabinak a visszaigazolása, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült nyílbe ütnünk ezt a szerződést is. A szezonban a legjobb mérkőzését ellenünk játszotta, és az ő hathatóság segítségével sikerült minket megverni az utolsó percekben szerzett pontjaival, lepattanóival, de nem csak ezért érték, mert volt egy jó meccs ellenünk, hanem azért, mert nagyon stabil, jó teljesítmény nyújtott már az előző három szezonban is Sopronban. Ugyan a fiatal szabálynak köszönhetően lépett előre, de játszott rengeteg komoly mérkőzést kezdőként, kulcs szituációkban, illetve hát Pető Ákos vezetőedzővel is régóta dolgozik együtt, vagy dolgozott együtt, úgyhogy nem zsákban macskarszem. Mindkét fél szerette volna együtt folytatni, úgyhogy könnyű volt megegyeznünk. Három maradó játékos is bejelentette a klub, ugye Kis Benedek Kölcsönből volt körmendről, most már Vérega Cápák játékos, és már a Szobi Dániel, valamint Vaskó György is, aki egy hosszabb sérülés után épült fel. Vaskó György és Szobi Dániel munkájára is számítunk, ők is szerettek volna valadni, illetve mi is szerettük volna, ha maradnak. Illetve Kis Benedek is nagyon fontos elem, hiszen ő még fiatal, és még jövőre is fiatal, úgyhogy a szövetség döntés alapján még két évig biztosan fiatal szabály lesz, úgyhogy vele egy két éves kontraktus kötetett, most már nem kölcsönben, hanem valóban a nyíregyházi Hümne Nyíregyháza Blues játékosa lesz, úgyhogy a jövőt építjük, és szeretnénk olyan fiatal játékosokkal erősíteni, illetve megmaradni, akikkel együtt dolgoztunk. Lehet, hogy korai még a kérdés, de hogy áll a légiósok kiválasztása. Ez az a terület, ahol általában kiszoktak várni, ha nem is a klubot, a játékosok mindenképp. Főleg idén, hiszen tavaly azért egy Covid szezonból jöttünk, vagy voltunk még benne, és tavaly nagyon sok játékos szinte mind úgy állt hozzá, aki júniusban kapott egy olyan ajánlatot, az alá is írt. Na már most ugye nincsen Covid, hál' az Istennek, viszont a játékosok most már kivárnak. Van egy NBA Summer League, sokan szeretnének bekerülni tengeren túl a erősebb bajnokságokba, tehát még az árak picit magasak, illetve a játékosok sem szeretnének aláírni. Ez nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk, hiszen minden nap tárgyalunk játékosokkal, ügynökökkel. Én azt gondolom, hogy júliusban meg fogjuk találni mind az öt légióst, akikre számíthatunk a következő szezonban. A Putnok elleni 8-1-es győzelemben nyitotta meg a felkészülési meccsek sorozatát a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari szerdán szlovéniai edzőtáborba utazott. Többet kaptam a játékosoktól, mint amit vártam, hiszen nagyon meleg volt és nagyon komoly két hét munka van a lábukban, de nagyon tetszett ez a mentalitás, meg az a hozzáállása, amivel játszottak. Megérezte mindenki, hogy tényleg olyan keretet tudtunk összerakni, ahol mindenkinek van posztriválisa, és tényleg azt fog játszani, aki jobb teljesítményt fog nyújtani. Két rutinos védő érkezett a csapathoz, Dajcsi és Baki személyében, és ha minden igaz, akkor itt folytatja a pályafutását az MTK-ból Májki, akit Kisvárdáról ismerhetnek a szabolcsi szurkolók. Mekkora stabilitást adnak ezek a NBA-es rutinnal rendelkező futballisták majd a csapatnak? Az elmúlt másfél év tendenciája az volt, hogy több mint 10 játékos érkezett harmadosztályból. Ha komoly célok vannak egy klubnál, akkor nem biztos, hogy ez mérvadó lehet. Viszont igyekeztünk a NB1-es tapasztalattal, rutinnal rendelkező játékosokat igazolni, igaz, hogy kevesebb létszám, és inkább a saját nevelési játékosokból kialakítani a 22 fős keretünket. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez az út, ami járható, és tényleg ezek a játékosok, akik már megtapasztalták az NB1 légkörét, azok vissza akarnak oda kerülni, és eljön az idő, hogy a Nyíregyházáról majd úgy beszélnek, mint egy élcsapatról, akinek komoly tervei vannak, nem csak kimondva, hanem az eredmények alapján is. Szerdán szlovéniai edzőtáborba utazik a csapat. Hol lesz a bázis, hány meccset játszottak, és mi a legfőbb célja ennek a tábornak? Zrecse városában, és ugye 5 mérkőzés vár ránk, ahol mindenki 90 percet tud játszani, mind a két szombaton két-két mérkőzés, és szerdán lesz egy mérkőzésünk.
Ugye a cél az, hogy most már mérkőzés terhelést legyen, és azokat a játékelemeket, a játékrendszereket, amiket belekorunk, azokat viszont lássuk, mint hogy a hétvégi putnoki mérkőzésen is ez nagyon jól visszatükröződött, hiszen a 8 gól mellett még legalább 6-8 olyan zicsere volt a csapatnak, ami begyakorolt játékelemekből adódott. Az előző szezon első felét Mezőkövesden töltötted a tavaszt az MTK-nál, most pedig már Spari Mezben készülsz a bajnokságra. Mi volt a vonzó a nyíregyháziak ajánlatában? Feszko Tamás megkeresett, korábban ugye dolgoztunk együtt az MTK-nál, amit felvázolt, az nagyon tetszett nekem. Komoly célok vannak itt Nyíregyházán, úgyhogy nyugodt szívvel jöttem ide. Egy hete vagy itt durván, milyenek az első benyomások? Nagyon jó itt a hangulat a csapatnál, a stáb, a játékosok, mindenki nagy barátsággal fogadtak, úgyhogy szerintem így egy hét után elmondhatom, hogy sikerült beilleszkedni. Mennyien voltak ismerősök az öltözőben? Volt pár olyan játékos, akivel korábban játszottam már együtt, ugye a Gengericki Gergő, a Vaspatik, most már ide veszem a Dajcs Bencét is, ők mind az MTK-ban futballoztam együtt, de többieket is szegről végről azért pályáról ismertük egymást ellenfélként. Ha nem is mondják ki, de azért általában a szurkolók minden szezon elején a Nyíregyházát is oda sorolják a feljutásra esélyes csapatok közé. Te mivel lennél elégedett a bajnokság végén? Szeretnénk feljutni. Ugye nem titok, hogy ez volt az a cél, amit megfogalmazott a vezetőedzés, illetve a klub vezetősége, amikor megkerestek engem. Szeretném, hogyha az első két hely valamelyikén végeznénk. Korábban megtapasztaltam, hogy Nyíregyházen azért elég nehéz futballozni, elég nehéz innen elvinni a három pontot, úgyhogy ezzel leszünk, hogy a bajnokság legvégéig ez kitartson. Az NKK 5-ös országos bajnokságban szereplő csapatai közül a régiós bajnokság második helyén végző U14-es együttes szerepelt a legjobban. A klub 15 csapattal indult a kosárpalánta programban. Ez a felemás év volt az az év, amikor hatalmasat ugrott a versenyző létszámunk. Ez köszönhető annak, hogy 15 kosárpalánta csapatunk van. 15 kosárpalánta csapattal is indult az országos bajnokságon, és mind a három jamborin, mind a 15 csapat részt vett. Sőt, az egyik, a Betlenes, az bejutott az országos jamborire, és itt döntő nincs, helyezések nincsenek, de az országból legjobb 4 kosárpalánta csapat közébe jutott a Betlenei KK a negyedik osztályos korosztályban, tehát az általános a negyedik osztályos korosztályban Tóth János tanuló vezetésével. Azt mondták, hogy ha lehetett volna érmet osztani, akkor érmet kaptak volna, de itt, ahogy mondtam, nincsenek érmek. Ez nagyon nagy szó, mert 6 iskolában vagyunk most már jelen, 6 iskolában van jelen a Nyíregyházi Kosárlabda Klub a kosárpalánta programmal, és a legkisebbektől, tehát általános iskola első osztálytól, ahogy mondtam, 15 csapatban körülbelül 150 gyerekünk van a kosárpalánta programban. Ezen felül még van 5 úgymond versenyző korosztályunk, az U11-ben 2 csapatunk indult országos bajnokságban, U12-ben, U14-ben és U16-ban. Az U14-esek azok a regionális bajnoki döntőig jutottak, a többiek a regionális bajnokságban vettek részt. Nagyon nagy örömünk, hogy ebbe az évben újraindították a Junior NBA bajnoki sorozatot, és itt az év végén kezdődött az évként, tehát a tanév végén ez a bajnoki sorozat. Ez valóban az NBA-vel közösen a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége indított el NBA mintájú mérkőzések időben, lebonyolításban és a versenyrendszerben is ugyanaz. És a gyerekek az NBA csapatok edzőmezét megkapják. Ebben játszanak. Nos, ebben az NBA, Junior NBA bajnokságban a keleti csoport döntőjébe jutottunk, de ez majd szeptemberben lesz. Nevelőklubról, egyesületről van szó. Hová kerülhetnek innen a legtehetségesebb játékosok? Elsősorban együttműködés megállapodás alapján mi a Nyíregyházi Sportcentrumnak, vagy az Élsport Non-Profit Kft-nek, a Kékcápák, Nyíregyházi Kékcápákat működtető gazdasági társaságnak nevelünk játékosokat. Ezzel a két sportszervezettel vagyunk olyan megállapodásos rendszerben, hogy tőlünk úgymond kiöregedő korosztályt váltó 18-as korosztályban szereplő játékosokat odaadjuk tovább. Nagyon nagy örömünk révén az NBA 1-ás U20-as csapatban 3 játékosunk, volt játékosunk, és nem 4 is szerepet kapott, és az U18-as csapatban, a Sportcentrum U18-as csapatában pedig 5 játékosunk. Ez nagyon nagy szó, és ez mutatja azt, hogy mi kinek nevelünk, és hogy mit csinálunk, mert ez a legfontosabb, hogy olyan játékosok kerüljenek ki közülünk, vagy a csapataink közül, akik itt Nyíregyházán tudnak tovább lépni, és Nyíregyházán lehetnek majd valamikor NBA-es játékosok, de mentek el játékosaink a Nemzeti Akadémiára, és ez már 2 évvel ezelőtt a Covid időszak kezdett előtt 3 játékosunk is a Debreceni Nemzeti Akadémiára igazolt át, akik közül 2 továbbra is ott kosábláznak. Hát ez szerintem azt mutatja, hogy valamit azért csinálunk az utánpótlás nevelés területén, hiszen lesznek hamarosan NB1-es vagy B-s játékosaink is. Nagy szakmai és közönség sikerrel rendeztétek meg a Sallai József emléktornát, mondom, nem kérdés a folytatás.
Egyáltalán nem olyannyira nem, hogy idén már ebbe az évben megvannak a résztvevők is, legalábbis a szóbeli visszajelzések alapján augusztus utolsó hétének közepén, augusztus 24-25-26-án a három kiemelt nemzeti akadémia fiú csapata, a Kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Akadémia, a két nyíregyházi csapata, Nyíregyházi Sportcentrum és az NKK 5-ös, valamint két külföldi csapat Kassáról és Nagyváradról alkotja majd a 8-as nemzetközi mezőnyt, ami szerintem az eddig a legerősebb lesz. Beszéljünk egy picit a kerekes székes kosárlabdáról, hiszen ilyen csapata is van az NKK-nak. Nagyon nagy örömünkre ez a harmadik csapat, amelyik egyedülálló Nyíregyházán, hiszen ahogy mondtam, és hát ezt nem mondtam, de most mondom, hogy kosárpalánt a bajnokságban csak mind jutottunk Nyíregyházán csapatot, Junior NBA-be is csak mind jutottunk csapatot, és hát értem szerint a kerekes székes kosárlabdában nincs olyan nagy tolongás, ott először a Nyíregyháza város sportteremtében először mind jutottunk most az országos bajnokságban egy kerekesszékes csapatot, amelyik a bajnoksága előírt részeit le tudta versenyezni, befejezte a bajnokságot és 5. helyen végzett. Ez nagyon nagy öröm számunkra, mert az egész csapat szervezését az elmúlt év augusztusában kezdtük el. Augusztus végén kezdődtek az edzések, és én megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy a kerekesszékes csapatunk tagjai ilyen kitartóak, és ennyire lelkesek lesznek, és ennyire sportszerűen tudnak viselkedni, és ennyire örülnek annak, hogy valaki foglalkozik velük, és törődik velük, és lehetőséget ad nekik a mozgása ebbe a formában, és nagyon büszkék vagyunk. Az U14-es és az U16-os csapat szakmai munkáját felügyelted. Az elmúlt szezonban milyen célokra vágtatod neki az idénynek, és mi valósult meg ezekből? Elsőleges célunk az volt, nem csak ennél a két csapatnál, hanem minden egyes csapatunknál, hogy próbáljunk a lehető összes mérkőzésen a minimálisan előírt 10 játékossal kiállni. Ugye mindenki tudja, hogy az elmúlt két évben a Covid-nak köszönhetően nagyon sok problémával küzdött minden egyes sportág, minden egyes egyesület, így mi is. Ezt a célt maximálisan sikerült teljesíteni, minden bajnoki mérkőzésen a minimálisan előírt létszámmal ki tudtunk állni. Kadett csapattal szerettünk volna a régiós döntőbe jutni. Sajnos szoros mérkőzéseket veszítettünk. Többször volt olyan, hogy meghatározó játékosunk beteg volt. Volt, aki covidos volt, volt, aki éppen karanténban volt, és emiatt nem a legjobb szállításban léptünk pályára. Serdülő csapatunkkal bejutottunk a keleti régiós döntőben. Serdülő csapatunk egyik meghatározó játékosa szeptemberben egy válsérülést szenvedett, egész szezonban nem is tudott játszani. Ennek ellenére a csapat kiharcolta ezt a lehetőséget és ezt a jogot, hogy négy csapatnak a keleti régiós döntőjében részt vegyen. Ekkora már Nándi is fölépült, és két mérkőzés közül egyet megnyertünk, tehát a keleti régió második helyén végeztünk. Az U16-os korosztály, a kifutó korosztály az NKK-nál, vannak-e olyan játékosok, mint a közelmúltban voltak, akik esetleg olyan klubokhoz igazolhatnak, van magasabb szinten folyik a kosárlabda? U16-os játékosok, akik kiöregednek, ők kimondottan kiemelkedő képességű játékos nincs közöttük, ők rendkívül jó tanulók, tehát ők valószínűleg azt mondom, hogy a tanulás mellett fognak majd kosárlabdázni. U15-ös korosztály, tehát a 2007-esek között vannak olyanok, illetve az U14-esek között is vannak olyanok, akiknek azt mondom, hogy érdemes ezt a sportot komoly szinten űzni. Ők még fiatalok, ők még maradnak a mi egyesületünknek a kötelékében, tehát jövőre is velünk fognak majd dolgozni. Neked lesz-e még valamilyen elfoglaltságod a kosárlabdával kapcsolatban a nyáron az NKK-n kívül? Igen, lesz, kettő ilyen programba fogok részt venni. Holnap Győrbe utazok, ahol egy akkreditált edző továbbképzésen, egy képzőtáborban fogok két napot dolgozni és előadást tartani, illetve a mai nap folyamán kaptam meg a szövetségből a kinevezésemet. A 2009-es fiú csapatnak leszek a képzés és kiválasztó központ által, úgymond a csapatvezetője és edzője. Sikeres szezon tudhat maga mögött a nyíregyháziak vese. A klub ezekben a hetekben, nyári táborokban igyekszik megtalálni a jövő vízilabdázóit. Az Akva Sport Egyesület 2004-es alapítása óta az egyik legszebb évét zárta Nyíregyházán, mert az új uszodában, hogy beköltöztünk, eredményeink is nem csak a színvonallal, amit az uszoda tudott adni nekünk, mint edzés lehetőség, hanem a játékosok által is biztosított és a szakemberek által biztosított színvonal az jelentkezett a bajnokságban. Mindenféleképpen büszkén tekintünk vissza a 2021-22-es évre, bajnoki szezonra. A gyermekcsapatunk az országos bajnokságban szerepelt a legjobban. Ők az alsóház A2-es csoportban másodikok lettek. Ez egy nagyon szép eredmény.
tudva úgy, hogy a gyerekek 2 éve fiatalabbak voltak ebben a korosztályban. Jól szerepeltek a serdülők, és kevésbé jó sajnos az ifik, mert most nagy lemorzsolódás volt a tovább tanulás miatt. Mi a helyzet az utánpótlással, mennyire népszerű Nyíregyházán és környékén a vízilabda? Az utánpótlás népszerű, és bízunk benne, hogy még népszerű is marad, mert a vizes világbajnokság most napjainkban zajlik, és a női férfi vonalon nagyon szép eredményekkel büszkélkedik most a válogatott. Ennek mi is hasznát húzzuk ilyenkor, és érezhető, hogy a gyerekek a szülők támogatásával ezt a sportágat választják, és jobban fellendül ilyenkor az a kereslet, hogy szeretnének a vízilabda sportágban sportolni. Nem beszélve arról, hogy nyári tábort szerveztünk most 5 héten keresztül Nyíregyháza Sóstófürdőn, és az Aquasport Egyesületnek ez egy olyan toborzós háttere a szeptemberi kezdést tekintve, hogy minden egyes táborban 100-110 gyerekkel veszünk részt. Egy utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületet az is minősít, hogy hány játékos tud adni magasabb osztályba, ilyen téren mi a helyzet? Büszkék vagyunk azokra a gyerekekre, játékosokra, akik Nyíregyházáról elmentek és más csapatokban folytatták a pályafutásukat. Pete István Szentesen fog játszani, őt igazolták le, OB1-ben fog részt venni. Van 2 saját nevelési játékosunk szintén a lánykorosztályba, az U15-be, akik Egerben fogják folytatni, a Potor Petra és az Urbin Zsófi. És még sorolhatnám a neveket. Most van olyan játékosunk, aki pont mai nap Amerikában játszik egy nyári bajnokságban, és ott egy szuperligában a második volt a hétvégén. És hát büszkén tekintünk erre vissza, hogy innen indultak ezek a játékosok, és van olyan jövőkép előttük, amiket mi a példaképek közelről rendezvényen is szoktunk erősíteni bennük. Említetted ezt a nyári kiválasztó tábort. Nagyon nagy létszámban vannak itt a gyerekek. Mi a tapasztalat, mennyien ragadnak meg közülük? Ezt tekintve, hogy most ez a létszám itt megjelenik a táborban, azokkal az edzőkkel, oktatókkal találkoznak, akik szeptemberben kézbe veszik őket, és a különböző korosztályokba igazítják a bajnoki szereplést tekintve. Azt látjuk, hogy ebből a 100-110 főből általában így a heti ciklus nézve egy olyan 30%-a szokott megragadni. Ez egy nagyon szép létszám, mert a női utánpótlás az nagyon fontos, hogy tudjuk továbbépíteni, és ebbe a korosztályba nem foghíjasok vagyunk, de még van mit erősítenünk, és sok kislány örömmel vesz részt. Gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályt említettél az országos bajnokságunkban, beléphet esetleg magasabb korosztály valamikor valamilyen szinten? A közeljövőben nem tervezzük, hogy belépünk, pont azért is, mint korábban említettem, az ifjúsági korosztályban, az ifiben a továbbtanulás miatt nem tudtuk Nyíregyházán tartani ezeket a gyerekeket. Nagyon sokan elvándoroltak más városokba, nem titok Budapestre, Debrecenbe, ott OB1-B-t és OB2-es csapatot erősítenek, egy kicsit szívfájdalom nekünk, de minden áron a költségvetéseket és ezeket a komoly anyagi hozzájárulásokat, amiket ilyenkor finanszírozni kell egy ilyen bajnokságban, azt mi nem tehetjük meg annak érdekében, hogy most minden áron legyen felnőtt csapatunk, inkább egy erős utánpótlás bázisra építünk. Mikor kezdődik majd a felkészülés? Augusztus 8-án kezdődik a felkészülés. Az országos csapataink, bajnoki csapataink fognak részt venni az első héten. Reggel esti edzésről lesz szó, ami bent a városhúszadában fog történni, és azt követően szépen csatlakozik mindenki. Szeptembertől meg teljes nagy üzem indul majd. Évek óta egy mentorprogram segítségével képzik a kézilabda játékvezetőket a megyében. A fiatal sportemberek a kezdődobás program tornáin adhattak számot gyakorlati tudásukról. Ez a program ott minden évben úgy kezdődik, hogy alapfokú játékvezetői tanfolyam, ahol a erre jelentkező játékvezetőket egy intenzív 4 hónapos kurzussal megtanítjuk a játékvezetői szabályokra, és ezek a mérkőzések arra jók, ezek az összejövetelek, hogy itt belekóstolhatnak a játékvezetésbe is, megtudhatják azt, hogy azért nem egy egyszerű feladat az, hogy mi tudjuk a szabályokat, azoknak az alkalmazása, ez egy nagyon nehéz és egy nagyon összetett folyamat a pályán. A következő lépés az, hogy akik levizsgáznak, hiszen egy nagyon szigorú fizikai és egy nagyon szigorú teszt elvégzése után lehetnek végzett játékvezetők, belekerülnek egy úgynevezett mentori programban, ami nekünk évek óta már a rendszerünkben benne van, ahol viszont már éles helyzetben megyünk velük és segítjük az ő pályafutásukat, és segítjük őket arra, hogy minél jobban értsék és tudják alkalmazni a szabályokat a pályán.
Azt nagyjából tudjuk, hogy ahhoz milyen tulajdonságok szükségesek, hogy valaki jó kézilabdázó legyen, milyen tulajdonságok kell ahhoz, hogy valaki jó kézilabda játékvezető legyen. Nagyon érdekes a kérdés, mert alapvetően egy jó kézilabdázónak, jó játékvezetőnek is kell lennie. Én évek óta mondom, hogy ha egy játékos tudja a játék szabályokat, akkor mérkőzéseket tud eldönteni egy bizonyos védekezési vagy támadási szituációban. Ezt sokszor látjuk világbajnokságon is, hogy nem tudja egy profi játékos igazából, mit lehet tenni neki a pályán. Ugyanazok a készségek kellenek, határozottság, elővételezési készség, a játéknak a pontos ismerete, hiszen ha tudja, hogy egy szituáció mi fog történni, sokkal gyorsabban tud reagálni, és sokkal gyorsabban tudja megítélni azokat a szabálytanságokat, vagy éppen előszabályt adni, amiből egy gyors gól következhet. Létszámot tekintve hogy álltok, hiszen rengeteg mérkőzés van, felnőtt bajnokok, utánpótlásban, nekik diákolimpiai meccsek, különböző tornák. Létszámot tekintve országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elég jól áll játékvezetők szempontjából, viszont azt látni kell, hogy kiképezzük a 15-18-19 éves fiatalokat, akik egy alapképzés után már a pályafutásuk kezdetén mennek egyetemre Budapestre, tehát ez egy sziszifuszi munka lényegében, mert minden évben megcsináljuk a tanfolyamot, és akik már képesek úgy játékot vezetni, hogy nem kell nekik mentori segítség, ők elmennek egyetemre. És kezdjük előről, de van egy elég stabil bázisunk, hála Istennek, 28 játékvezetővel dolgozunk most, abból 22 NB-s szintű játékvezető van, egy NB1-es, stabil NB1-es felsőházi játékvezetőnk, és van kettő darab párosunk, aki ott avanzsál már, hogy az élvonalba kerüljön, mint játékvezető. Ennyi fiatalmai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.